Pócékes teltház volt a világzenével megtűzdelt önálló verses esten, a KDS színházi műhely diákjainak bemutatóján. Káló Béla, a műhely osztályvezető tanára elmondta, hogy az Örökkön örökké című Pilinszkitől kölcsönzött cím önreflexiót is jelöl, hiszen ez a korosztály még keresi önmagát. Amitől az, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, az szerintem a korosztályból adódó, hiszen egy ilyen önkeresés, egy ilyen útkeresés, egy ilyen tükörállítás, valami olyan, amitől azt gondolom, hogy nem csak pályát, hanem önmagunkat is keresünk most ebben a életünknek ebben a fázisában. A diákok több verssel is készültek, amiből aztán szakmai segítséggel kiválasztották az est folyamán elhangzó költeményt. Lányi Nikolát Simon Márton verset mondott. A feszültségről, ami mint egy tévedésből a gyomrodba tett részünket csak küldjél el. És mindenben ott van. Repertoárral készültem, tehát 100%-ig az enyém ez a vers. Megtaláltam egyszer, és annyira magaménak éreztem, hogy úgy gondoltam, hogy akkor ezzel szeretnék próbálkozni. Az est során kortárs és klasszikus költők versei egyaránt elhangoztak. Megzenésítésre váró verset találni azonban nem volt könnyű. Végül a megálmodott zenei alapot Tóth Árpád, Juhász Gyula és egy József Attila vers is inspirálta. Ábrahám Máté nagyon örült, hogy a műhelyvezető tanárok teljesen szabad kezet adtak nekik a zenei alap és a forma kiválasztásában. Felcsaptunk egy régi könyvet, Meghajlott zászlóval a címe. Egy régi könyv, ez a piacon vettem apró pénzért, hogy megtetszett, és ebből válogattunk verseket. Aztán kiderült, hogy hát lehet, hogy mégse azokat a verseket kéne, úgyhogy neten kerestünk és találtunk. De mindenféleképpen a klasszikusabb irányokat támogattuk. A diákokat Káló Béla és Varga Tamás mellett több művész is segítette a felkészülésben. Az önkeresés tematikáját megtartva a műhely nem sokára egy nagy előadással is készül majd. Csak meg akarlak simogatni.